kódolva van bennünk, hogy valamilyen labdajátékot szeretünk. Már kiskorban is ugye dobáljuk, illetve rúgdaljuk a labdát, úgyhogy ennek meg egy program kell, és a futball az egy nagyszerű program, akár szülőknek, akár gyerekeknek, és azt gondolom, hogy a gyerekeknek a játéka az mindig örömmel tölti el a szülőket is. Csapatok a Kvár Akadémiai rendszer csapatai voltak első körben meghívva. Ki át tudta fogadni a meghívásunkat, az a Munkács, a Csíkszereda, a Sepsi, a Dac, a Kassa, akik ebből a rendszerből jöttek. A Magyar Kiemelt Akadémiák és Tehetségközpontok részéről pedig a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Kaposváron Királyese, Szombathelyről, Illés Akadémia Szombathelyről, az Újpest, a Ferencváros elfogadja a meghívásunkat, és Erdélyből pedig a CL Fair Kolozsvár volt a vendégünk. Gyakorlatilag a torna célja az volt, hogy U12-ben azok a Kárpát-medence akadémiai rendszerhez tartozó klubok, illetve akadémiák képviseltessék magukat ezen a gyakorlatilag nyárvégi tornán. Én úgy gondolom, hogy a két nap alatt számtalan, nem csak ritmusában, hanem színvonalában, és a játék minőségét tekintve is nagyon komoly mérkőzések zajlottak. A tornának az egyik fő motója, ugyebár ami az akadémiáknak is az egyik pillére, hogy adjuk vissza a gyerekeknek a labdarúgást, mint játékot, hogy élvezettel játszanak, hogy szeressék a játékot, szeressék meg a játékot, és ebből építkezve tudjanak majd később sikereket elérni. Én úgy gondolom, összegezve az eseményeket, hogy ezt a küldetést is sikerült elérni. Thank you.